Izgalmas még belegondolni is, hogy hogy izzott a levegő, amikor egy asztalnál ült két olyan hatalmas ember, mint Herman Otto és Kossuth Lajos, és a világ dolgait vitatta. Kossuth és Herman Otto. Kossuth minden adandó alkalommal a lehető legőszintébb elismeréssel üzent. Ha találkozik Herman Ottóval, mondja meg neki, én nem csak tisztelője, de bámulója vagyok. Kapcsolatuk során nem értettek mindenben egyet, de az elvéviták nem csorbították a kölcsönös nagyrabecsülést és barátságot. Herman Otto feleségével kétszer is meglátogatta Turinban az öreg kormányzót a függetlenségi párt válsága ügyében. Amikor visszatértek Budapestre, Herman Ottóné íróasztalán találta a Pesti Napló körkérdését. Mi módon vegyenek a magyar nők részt Jókai 50 éves írói jubileumának országos ünnepén? Ekkor Herman Ottóné még a látogatás hatása alatt megrendülten válaszolt, hogy amikor a nemzet atya 91 évesen félvakon reszkető kézzel ír, hogy magát valahogy eltartsa, és már a könyvtárát próbálja eladni, hogy hátralévő éveit ne nyomorba töltse, akkor ő bizony nem tud ilyen nőegyleti kérdésekkel foglalkozni. Azonban, hogy hogyan lehetne nemes szíveket megnyerni, hogy ezt a kincset a nemzetnek megszerezzék, hogy legalább a háláját leróhatná a haza, és megkönnyítenék az életét az akkormányzónak. Így került sor a Kossuth könyvtár megvásárlására. Kossuth Lajos temetésén Herman Otto mondott megrendítő beszédet. A tömeg óriási volt, a nép először letette a sírhelyre a rengeteg koszorút, virágot, majd később szent erekjeként elhordta azt. Herman Otto is tépett végül egy babéllevelet, melyet később az íróasztala fölött lógó Kossuth kép mellett őrzött haláláig.